álomszerűen kezdtétek ezt a világbajnokságot, ezzel egyetértesz? Abszolút. Az, amit elterveztünk, azt mindent tudtunk teljesíteni, és az első pár gól, ami kellett a lelkünknek így ez a felkészülési meccsek után, azok elég hamar jöttek, és ez nagyon jót is lett a padnak, sokkal pozitívabb lett mindenki. Nagyon jó kapus teljesítményünk volt a mai nap, az is szerintem fontos volt, hogy kulcspillanatokban tudott a Miki nagyokat menteni. És az, hogy nem voltunk annyit kiállítva, tehát a hátrányos játékunkkal is meg vagyok, én azt gondolom, elégedve. Viszont ez csak az első fejezet volt, úgyhogy megyünk tovább. Mit csináltál a második harmadban? Vagy elképesztő volt, Vester hármas sose volt még a válogatottban. Igen, köszönöm szépen. Igazából én azt hittem a második gólnál, hogy lesz, és biztos, hogy nem adják meg, mert ember előnyben, hogy bementünk, azt szerintem 100%, hogy lesz volt, de örültem neki, hogy megadták, úgyhogy... Ante, ahogy mondtam, az én lelkemnek is kellett, meg az egész csapatnak is aztán a felkészülés után, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben most tudunk erőt meríteni a következőre. Mennyire lepődtél meg, hogy Hári János elkapott a derekadnál és felemelt? Megpróbált felemelni, igen. Janival játszunk együtt válogatottban már évek óta, úgyhogy jól kiegészítjük egymást. Mi egymás örömeinek is ugyanúgy tudunk körülni, mint a sajátoknak. Sopron István, megkérdeztem a szurkolókról, és elérzékenyült, amikor előtt beszéltem. Téged hogy érintett? Az, hogy ennyi év után végre világbajnokságot tudtak rendezni, és az, hogy egy ilyen közeli városban, az szerintem mindenkinek egy nagyon jó dolog. Jó a szervezésnek is, jó a játékosoknak is, a válogatottnak, a magyar jégkorongnak is, főleg a szurkolóknak, hogy ennyien itt tudnak lenni. Azért ez érezhető volt, hogy nagy érdeklődés lesz a világbajnokság iránt, már az olimpiai selejtezőn, mikor Rigába is több százan eljöttek. Nekünk ez most hazai pálya volt, úgyhogy nagyon örülünk nekik, és köszönjük szépen. Köszönöm szépen, gratulálok!